Amikor épült, a parlament után ez volt a második legnagyobb épület. 30 ezer négyzetméter, reprezentatív, kissé túlméretezett terek, lehalkított és félig kizárt külvilág, a falakon pedig a művészet történet. 114 éves a Szép Művészeti Múzeum. A múzeum 1906. december 6-án, tehát Mikulás napján nyílt meg az érdeklődők elől, de már korábban felavatták. Az ötnapos csúszás oka pedig egyszerű, Ferenc József. Ferenc József ugyanis a király és császár éppen Budapesten járt, hogy felavassa egy kedvenc miniszterelnöke Andrássy Gyula szobrát, ami most a parlamenttől délre áll, és ha már itt volt, akkor eljött a Szép Művészeti Múzeumot is felavatni. A Szép Művészeti Múzeum alapítása a korszak európai múzeumainak mintájára történt. A gondolat itt is a millenium kapcsán született, és itt is csak késve valósult meg. Először felmerült, hogy az éppen lebontásra ítélt Neugebäude, azaz új épület helyén a mai Kossuth tér és Szabadság tér környéken épüljön fel, de Vlasics Gyula kultuszminiszter és a kormánybiztos Kammerer Ernő megtalálta ezt a városligeti helyszínt a frissen átadott műcsarnokkal éppen szemben. Persze itt is adottak azért problémák, egyrészt ezen a telken akkor a feszti körképnek ottont adó rotunda állt, másrészt a telek a főváros birtokában volt, és a főváros ezt 32 évre előre le is kötötte. A kultuszminiszter 140 ezer forintos kártalanítással olajozta meg az ügyet, így feszti műve költözött. A főváros ingyen átadta a területet, ami ugyan még kissé mocsaras volt itt a Városliget szélén, de legalább volt elég hely. Talán az is ismerős, hogy itt sem a tervpályázaton nyertes terv épült meg, hanem a második. Végül Sikedansz és Herzog kapott megbízást, egyébként a szemközti műcsarnok épületét is ugyanaz a Sikedansz Albert tervezte. És ebből lett az alakuló Budapest egyik legszebb tere. Raktárakat sem építettek, mert ez akkoriban nem volt követelmény, és jóval kevesebb látogatóra számítottak, mivel a múzeum csak néhány napon és délelőttönként volt nyitva, hiszen akkor még nem volt elektromos áram, tehát abszolút a természetes megvilágításhoz kellett szabni. Sikedansz és Herzog terve egy méltó lezárása egyébként az akkora már teljesen kiépült Andrássy útnak, aminek a vége a Hősök tere, és a Hősök tere utolsó épülete pedig a Szép Művészeti Múzeum. Teljesen szimmetrikus, tehát egy igazi művészetek temploma épült sok-sok neoreneszánsz és neoklasszicista résszel. Utóbbi a fogadóépület, amit a Hősök teréről látunk, sok-sok oszloppal és timpanonokkal, melléképületekkel. Először a főtömb a neoreneszáns stílusban megépült képtárépület épült meg, hátrébb, és csak utána az a fogadóépület az oszlopsorral, ahol be tudunk jönni a múzeumba. A Szép Művészeti és Szerb Antal. Több mint valószínű például, hogy Szerb Antal egy kamaszkori barátjáról, Térei Bennóról mintázta az Utas és Holdvilág egyik főszereplőjét, Ulpius Tamást. Ugyanis a Térei család itt lakott a Szép Művészeti Múzeumban, ugyanis a papa 1903-tól 26-ig a régi képtár vezetője volt, és ő hozta létre a Szép Művészeti Múzeum grafikai tárát is. A Térei család a Szép Művészeti Múzeum Aréna úti, most Dózsa György úti szárnyán kapott szolgálati lakást, amelyet 1903-ban foglaltak el, és egészen a családfő nyugalomba vonulásáig, 1926-ig éltek itt. Felújított Szép Művészeti Múzeum legnagyobb attrakciója a 70 évig elzárt és 45 után csak raktárnak használt román csarnok. A román csarnok egy románkori bazilikára, bazilika belsőre emlékeztet, esetleg egy uralkodói aulára, persze sokkal több díszítéssel.
Eredetileg egyébként nem műtárgyak bemutatására használták, hanem gipszmásolatokat állítottak ki, és azok közül, ami itt maradt, az egyik legnagyobb és legérdekesebb, ez egy délnémet románkori bazilika, a Freibergi bazilikának a főbejárata. Mellette egyébként ott van a Gyulafehérvárjának is egy mellékbejárata. A Freibergi azért érdekes, mert amikor 45-ben Németországban elpusztult, akkor a restaurátorok innen a Szépművészeti Múzeumban levő másolatról vehettek mintát a rekonstrukcióhoz. A szépművészeti és az évszázad képlopása. 1983. november 5-én, tehát pont egy nappal korábban, mint ahogy átadták a Szépművészeti Múzeumot, ismeretlen tettesek az éppen felújítás alatt álló múzeumnak a jobb oldalán, itt a jobb oldalán, az első emeleti régi képtár olasz termébe simán fölmásztak az állványzaton, és néhány képet kivágtak, néhányat pedig egyszerre leakasztottak a falról, és simán távoztak. A riasztó természetesen éppen nem működött, az őrök pedig pihentek. Két nagyon értékes, gyakorlatilag felbecsülhetetlen értékű festmény tűnt el. Tintorettók, Giorgione, Raffaellók, például az Eszterházi Madonna is. Felbecsülhetetlen kár, nemzetközi figyelem. És nemzetközi érdeklődés, mert például ez a kádárkorban elég ritka volt, az Interpol is rögtön bekapcsolódott a nyomozásba. És néhány hónap múlva el is kapták a megbízókat is, és a tetteseket is, először a tetteseket, aztán az olasz kamorrás megbízókat. Legelőször az egyik Raffaello került elő egy érdi kertből, ahol a rablók aféle zálogként tartották vissza, hogyha az olasz megrendelők nem fizetnék ki esetleg a 20 ezer dollárt. Majd eltelt egy év, és előkerült az összes kép is, de távolabbról, méghozzá Görögországból egy kolostor kertjéből. Mert a végső megrendelők, akikre egyébként ez soha nem sikerült rábizonyítani, állítólag egy görög milliárdos páros volt, akik étolajból gazdagodtak meg. A 114 éves Szépművészeti Múzeum most a járvány miatt zárva, de senki ne felejtse el, hogy egyébként miért érdemes múzeumba járni.